A műsor főtámogatója a Gundel étterem. Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom, egy csészényi kedvesség, egy cseppi szenvedély, és egy jó beszélgetés Paor Lillával. Nyughatatlan, kíváncsi, vajon még mindig feszegeti a határokat? Kipróbált már számtalan hangszert, trombitán kezdett, ezt követte a basszusgitár, a zongora, a pánsép, és végül az örök szerelem, a szaxofon. Játszott itthon és külföldön, nevét és muzsikáját épp úgy ismerik a világjáró luxushajókon, mint az éjszakai lokálokban, vagy a nagy koncerttermekben. A Lillás reggeli mai vendége Szent Márton Imre, azaz Szent Martin lesz. Hány éve növeszted a hajad? Nem növeztem. Az nő magától, azt sejtettem, de nekem miért nem nő meg soha ilyen? Mindig levágod. És a fodrászok mindig ezt mondják, hogy egy kicsit a végéből vágja, sokkal jobb, és gyorsabban nő. De, hát akkor letörik és kész. Az a dolga. Az a dolga, hogy nő is letörik, ez a na jó, folyamat. De ettől függet. Most tudod, mit néztem az előbb, hogy kibújtál a sapkából, mert ugye abba jöttél, de eléggé borongós idő van már jelen pillanatban, akkor tök egyenesnek tűnt, és akkor ahogy itt eltelt 5-10 perc, így elkezdett begöndörödni. Annyira érdekes, azt nem figyelted már saját magad? A bor pára, lenn a pincében, tudom. Nem, de tényleg egyébként ez állat, és ezt mondjuk csak a természetes göndöröknél van. Hát ez természetes, persze. Hát a párára egyébként tényleg azt csinálja, hogy edzés után is, hogyha már akár egy edzésen is voltam, akkor dur már. Ki tudott fésülni egyáltalán? Igen, mert eddig akárhányszor próbáltam egy-egy ilyen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy-egy ilyen fodrászüzletben valakivel megoldatni, hát ott állandóan belefutottam, aki nyújtott a körbe, úgyhogy aztán fizettem érte 5-6 ezer forintot, hogy megcsinálhattam benne a fodrászüzletben. Saját szépen magad. Kivettem, így van, kivettem a kezébe, mondom, ezt nem tűröm, nem bírom tovább. Hát rángatták, tehát nem értettek hozzá. Mondták, hogy biztos, hogy rossz helyre mentem, valami élelmiszerbolda, vagy nem tudom, és összegevertem. És hát hosszú, hát ez már gyakorlatilag 20 év volt, így volt. Igen. És akkor most találtam egy hölgyet, volt másfél óra szünetem egyik bevásárlóközpontban, és hát mondom, információnál megkérdeztem, van itt fodrászat? És igen, bementem, mondom, férfi fodrász is van? Azt mondták, hogy igen, természetesen. Jó, hát akkor mondom, akkor én egy mosás, fésülés, szállítást. Hát úgy gondolták, hát a fésülés az benne van nyilván. Igen. Mondom, hosszabb egy picit a kelleténél a hajam. Jó, hát meddig ér? Hát mondom, derékig vagy lejje. Fölállt a hölgy, oda jön, azt mondja, már nyúlt van a sapkám. Mondom, nem. Hát akkor hogy mondjam meg, hogy mondom, nem rasztás, nyugi. Hát jó, hát azt mondja, rasztását ezt nem is vállaltam volna. És akkor levettem, és akkor mondta, hogy jó, hát akkor végül is ezt megoldjuk. Megnyugodott is a kellemes légkörben végül is aztán úgy, ahogy kell, megcsináltam. Mondom, hogy kérdezte végre, hogy rendben van, 20 év után most, igen. Mondom, hogy rendben van minden, oké? Okay? Mondom, egyetlen egy probléma. Hát akkor nincs rendben végig is, de rendben van, csak mondom, ide fogok járni ezután. És ezt mondom önnek esetleg ez probléma. Aranyos. Gondolom, hogy meg volt hatódva kellőképpen. Mi volt a különbség ő közte meg a másikok között? Hát, hogy ő szakszerűen lentről kezdte bontani, nem rángatta a fejemet, nem húzta a hajamat, és akkor szépen úgy, ahogy kellett, kell, megoldott a helyzetet. Nem, látod, mennyire egyszerű, csak szerintem türelem, meg tényleg szakképzettség kell hozzá. Hát ezt nem is értem egyébként, hogy annyira logikus, hogy az ember, hogyha csomó van benne, akkor nem azt kezdi el piszkálni, hanem akkor lentől kicsit kiigazítja. Annyira jellegzetes ez a forma, amit kitaláltál magadnak, vagy az élet hozta így, hogy aztán ilyen lett? Gyerekkorom óta így szerettem volna, hogy hosszú hajam van, nem engedték a szüleim. Kicsi hajam volt, lenyírták ilyen. Borbélyhoz jártam, utáltam a borbélyt. Minden alkalommal, amikor mentem, leborotválták az ember angyalhaját, szőrzonnal, és állandóan elvágták valahogy a nyakamat. Annyira gáz volt, nem éreztem jól, rossz volt, kicsi volt, és mindig mondtam, hogy én hosszú hajat szeretnék. És akkor nem lehetett. Mit mondtak, hogy huligán, akkor nem lehetett hosszú hajat, nem lehet huligán, meg mit tudom, jó volt még csibész. És akkor, ahogy telt az idő, nyilván édesanyám egy kicsit hagytak, majd a katonaság után, jobban mondom, a katonaságnál le kellett vágni, és utána akkor, ahogy vége volt a katonaságnak, én abban a pillanatban hagytam, hogy nőjön. Hát először ilyen vál, közép, lejjebb, és utána meghagytam, most nem kell ezt már válogatni állandóan. Az első időszakban, amikor még másik zenekarokban játszottam, és ott a rock és a pop zene, hát akkor olyan borosta, nagyhaj, bőrcseki,
átmentek a másik oldalra előlem az emberek. Megijedtek tőlem, és akkor jaj, becsapták előttem az ajtót, mentem barátomékhoz, kinyitott az ajtót, kikucskált, meglát, dur, becsapta az ajtót. Mondom, bocsánat, én vagyok. Kisfiam, ki van? Itt van valaki, jöttek hozzád állítólag, és akkor úgy kell. Ahogy átváltottam az igazi stílusomra, a Szent Martin stílusra, de szép hosszú haja van, milyen jó. Te láttad, hogy milyen előítélet van azért az emberben? Van, hát ez így. Tehát a rock zene, vagy a kemény zene, a bőrszerkó, az eleve predesztinálja az illetőt, addig, tehát nem is gondolják, hogy mi rakózik benne, milyen ember, milyen stílusa van, milyen értékeket képvisel. A külső, az mindent elvág. Hát de nem tehetünk más, szemünkre vagyunk hagyatkozva. Ránézek, akkor én, lehet úgy közelíteni valaki, az nem eleve, ugye, tehát pesszimizmussal gondolni, és elítélni valakit, és eleve úgy is kellene mondjuk mindannyiunknak közelíteni, de hát egy tekintetből, egy ruházatból, mozdulatokból, és aztán jön a beszéd, hát azokból aztán a matlanba. Tehát akkor várjál, hogyha te ezt tudtad eleve, vagy akkor szembesültél vele, hogy ez a rocker külső, amit magadra öltöttél, ruházatban, mindenben, ez téged sok esetben gátolni fog az emberi kapcsolatok kialakításában. Én nem azért öltöztem rockszerkóba, mert valakit már akartam azzal félemlíteni. Hát azt sejtem. Nekem az volt az életem. Hívtak egy zenekarba, és akkor azt mondtam, hogy hát lehet, hogy én ezzel azonosulni tudok, nagyon jól érzem ebben a zenében magam, hozzá tudom tenni azt, amit elvárnak tőlem, és az éltetett. Akkor azt mondom, hogy akkor teljes erővel bele. És tehát akkor külsőben is azt próbáltam képviselni, amit abszolút, a zene. Mégis nem lehettem volna öltönyben ott, hogy hívják a színpadon sem. De én abszolút jól éreztem akkor abban magam. De rá kellett jöjjek, hogy nem az az én világom. Mennyi időt telt el abban a közegben? 2,5 év. Azért az elég hosszú. Hosszú idő. Útkeresés. Ez így, hát ez nem gond egyébként egy 20 éves embernek, sőt, még egy 30 éves is keresi az útját nagyon sokszor. Szerintem én még most se találtam meg. Azon gondolkodom, vajon mit lehetne csinálni, amit még ki nem, majd nem próbáltam ki. Na, sok mindent nem próbáltam ki, nem? Vagy majd még egyszer eljön mindennek a maga ideje. Jó, de hát azért már megvan az alap dolog, amivel foglalkozol. Persze, új dolgokat lehet fölvenni, megismerni, hát ezért jó, ugye, annak a lehet, tehát hogyha kap valaki lehetőséget arra, hogy mindig megismerjen valami újdonságot, hát ezt nyilván, hogyha, vagy hát úgy gondolom, hogy ez a jó érzésű ember, aki mindig figyel az újra, keres, tanul, és a többi tapasztalatokat. A szaxofonhoz milyen viszonyod volt gyerekkorodban? Ismerted a hangját, a hangszínét, a benne levő érzéseket? Mert hát én szerintem, tehát én úgy szoktam megfogalmazni, hogy a szaxofon a legszexuálisabb hangszer, ami létezik. Abban olyan erotika van, ahogy megszólal, mondjuk ki, ahogy megszólaltatod, hogy az valami döbbenet. Tehát az alakja is, és a hangja is az egyébként. Mondjuk az alakja még így szempontból nem gondolkodtam el, de kecses, hogy most... Kecses, igen, nagyon szép. Igen. Annak tényleg olyan kisugárzása van a hangszínének, és hát azért azt az tudtad, hogy a szaxofon hangja áll legközelebb az emberi hanghoz, az énekhanghoz? Ezt nem hallottam még. De ez így van, legközelebb áll az énekhanghoz, és hogyha ez azzal is tudom bizonyítani most hirtelen, bár nem fog tudni olyan hangon énekelni, de hogyha valaki ismeri mondjuk Chaka Khant, vagy egy jó pár olyan énekest, aki az élvonalból ugye improvizatív dolgokkal muzsikál, és szólókból, különböző hangszerek szólójából egyikből a másikba esetleg átviszi a dallamot, nagyon sokszor megfigyelhető, hogy a szaxofonból átmenet, vagy az énekhangból a visszamenet a szaxofonba nem észlelhető. Mert annyira összesímul a kettő egy bizonyos frekvencián, hogy nem lehet tapasztalni, nem érzed. Ezt meg fogom hallgatni. Tehát biztos lesz rá példa, vagy van olyan példa a zenében, amikor ezt bizonyítani lehet. Nagyon érdekes egyébként. Vannak énekhangban is tényleg nagyon erotikus és szép hangok. Bocsánat, nem is szépek, hanem azt mondom, hogy erotikus hangok. Tehát, és akkor a szaxofont azt tényleg lehet ezzel úgy párhuzamba vonni, vagy az egészet így egymásba hullasztani. Ez már jellemző. Igen. Na és akkor gyerekkorodban már tehát megtaláltad ennek a hangszernek a szépségét, vagy nem is hallottál még szaxofont megszólalni úgy Isten igazából? Mert hát azért nem, a zeneiskola nem a szaxofon tanszakai olyan híres általában, az ott ugye mindig második hangszerként jelentkezik az emberek életében, vagy a fiatalok életében. Ezt nagyon jól tudod, hallod, mert
mert a szakszofont nem lehetett válaszolni nagyon sokáig, sőt, akkor, amikor én szerettem volna, még akkor sem. Pedig már egy hangszer volt elfekvőben ott a sófniban valahol. Ezt onnan tudom, hogy ugye gyerekkoromban trombitán kezdtem az egész zenei pályafutásomat, és az a 12 év, ami annak jegyében eltelt, nem eredményezte, nem volt lehetőségem megismerni a szakszofont. De nagyon nem is akartam. Nem akartam. Azért mondom, hogy biztos nem jutottál hozzád maga a hangszer. Nem. Annak a színe, annak a tudása, annak a kisugárzása. Nem volt választási lehetőség. Aha. Később viszont az Üvegtörők című filmben láttam. És ekkor az időszak volt már, az utolsó két év a trombitával kapcsolatban, akkor már doboltam is, akkor már a baszültel is belenézett az életembe. És az a film, az egy nagyon nagy pecsétként szerepel mind a mai napig, és jó érzéssel beszélek róla, mert hogy az a szóló, amit ott hallottam, ugyan egy punk zenekar, ami ezek szerint lehet jó érzésű is, jó zenét játszó, nekem mindegy tetszett, és akkor nem beszélek általánosságban, az úgy, ahogy ott volt, tetszett, és az a szóló, az beleivódott az életemben, olyannyira, hogy amikor kellett váltanom egyik hangszerrel a másikra, és ez a szakszofon volt, akkor azt a dalt tanultam meg először, azt a szólót tanultam meg először. Ez a váltás, ez muszáj volt, fontos volt. De miért volt? Hát ilyen allergiai dolgokat fedeztek föl, és azt mondta a doktornő, hogy hát ez azért kell abbahagyni, ez a rézallergia, ami jeleit látja, azért kell abbahagyni, mert hogyha tovább folytatom, akkor ez csak telítődik, azt nem ürül ki a szervezetből, telítődik, és akkor annál intenzívebb lesz. És igen, ugye a trombitánál közvetlenül a rézzel érintkezik a száj. Közvetlenül érintkezik. Hát végül is a szakszofonnál is érintkezhet, úgy attól függ, hogy milyen fúvókat használok, bakelit vagy fémfúvókat. Na mindegy, akkor ezt a diagnózist kaptam, és hát más nem, szomorkodtam egy picit, de valamiért nem voltam letargiában emiatt. Ott volt mellette a dobszepciónak a vezetője lehettem, akkor még katonazenekarban játszottam. Utána ott voltam a basszfűtel, és akkor mégis egy két éves olyan intenzív képzésben vettem részt, ami ilyen főiskola szintűre hozta az egész dolgot. És azért nyilván nem választottam a dobot főhangszerként, bár nagyon-nagyon szeretem. Hiányzott az improvizáció. Hiányzott az, amikor az ember kínál, és akkor a dallamot is ő játszhatja esetleg, és akkor jön az impro benne. És hát a szakszofon az gyakorlatilag egy villanásnyi volt, nem az, hogy láttam tízszer a filmet, az egy dolog. De hogy kerülhetek én közel hozzá? Hát ott van a bakelit húvók, a semmi gond, és a raktárba akkor kaptam. Mert ez már a katona zenekarnak a raktár volt. És azt mondta az egyik szólamvezető, hogy hogy ott van, te próbáld ki. Én szeptembertől gyakoroltam egy nappal látéve egy tenor szakszofonon. Egy nappal látéve is próbálgattam ezt a húvókat, nádat, stb. Már kizavartak a teremből a srácok, menj már ki azzal a kályhacsővel innen a fenébe, és volt, amikor szabadtérben még lehetett. És aztán januárban pedig már szakszofonosként kezdtem egy zenekarban. Tehát ott azt nem bíztam a véletemre. Hogy egy idő után hozzánő az emberhez, de én azt alapból szerettem meg a látványát, a hangzását és mindenét úgy, ahogy van. Ez egy tenor szakszofon volt, és a szakszofonoknak is vannak különböző hangszínei, mint az emberi hangszínek. A baszbariton ez akkora, hogy nem bírja az ember, és egy állványon kell tartani. Hát egy szinte úgy van, hogy egy levegővétellel egy hangot tudsz, hogy annyira mély, annyira sok levegő támadik. Amint egy tuba, de annál is milyen szubbasszusokat. Aztán jön a basszus, az is egy jó nagy, a baszbariton, a bassz szakszofon, és utána akkor jönnek a tenor, az alt, a szoprán és a szopránino, tehát ott már az még kis picike, alig bőlt az ujjaiddal nyomkodni, elég mély. De ahogy beszéltem most a hangszerekről, eszembe jutott, hogy ezt lehet utánozni emberi hanggal, bőgő. És akkor a gitárok, de lehet. Tudod, trombitás, ott emlékszel a Hofinak meg a Kósnak a... Jó, persze. Igen, azt a csodálatos is kis klasszikus. Igen. Hát ezeket lehet, és szívesen alkalmazom én is sokszor, hogyha ha kis zenekarommal játszom klubokban, és akkor jönnek a szólók, akkor lehet válaszolgatva bővíteni. Ugye öten vagyunk akkor a színpadon, lehet bővíteni a különböző hangszínekkel, a hangszerekkel, és akkor ezt én szépen szoktam utánozni. De én alapból mondtam, és utána te is ugye ezt említetted, tehát alapból az emberi hang a különböző magasságban, mélységben azért ott van és átveheti a szerepét. Oda-vissza a szakszofon. Amikor mondtad, hogy klubokban játszol a zenekaroddal, ez a klub élet, ez mennyire maradt meg énednek?
illetve fellépési helyszínek, hiszen ugye sportcsarnok is előfordul benne, nagy szabadtéri koncert, kisebb színpadi előadások, és a klub élet egy teljesen más közeg. Az egy intim közeg. Mondjuk ahhoz, hogy amiben a legjobban, tudom, hogy azt mondanád, de mindenhol jól érzem magam, de azért ez nem így van. Tehát, ennek a hangszernek, ennek az improvizatív tevékenységnek melyik a legjobb közeg? Elmondom azt is, de hidd el, hogy ha zenéről van szó, akkor alapból azt mondom, hogy jól érzem magam. Ennek feltétele mégis, hogy jó legyen a hangosítás. Ha a hangosítás jó, kontrollálod, jól hallod magad, ugyanolyan öblös a hangszín különböző hangszereidnek, a szakszofonjaimnak, mint ahol az eredetiben, kihangosítás nélkül, akkor jól érzem magam. De akkor, ha választani kell a helyszínek közül, akkor nyilván a klubos az ez egy olyan, nem csak intim, hanem inkább ilyen családias, akkor már kommunikál, még jobban kommunikál az ember. Én nagy színpadon is azt csinálom, hogy közelebb hozom az embereket, annak ellenére, hogy instrumentális ugye a dolog, közelebb hozom a zenéhez őket, és valahogy megszólítom. Ha valamire reagálnak, akkor én is azt fogom, és abban a pillanatban valahogy konstatálom a helyzetet. Tehát nem hagyok fülem mellett elmenni dolgokat, nyilván nem zökkentem ki a hallgatóságot, a közönséget abból a tempóból, amit átvettünk az elején, az első három dal után. De a klubos helyszínek azok még közelebbi élményt hoznak, mert hogy eljátszom azt a dalt, mondjuk teljesen más formában, mint egy nagy színpadon, többet improvizálok hozzá, lehet, hogy folytatom, amikor vége van effektív egy zenei alapnak, amire játszom, vége van, akkor még többet játszom hozzá, máshogy fejezem be. Hívok zenész barátaimat, hol zongoristát, hol gitáros embert, akkor ott improvizálgatunk, és ezeket úgy nagyon nagy élménnyel éljük át, mind zenei élmény, mind pedig az emberek arcát látva. Uh-huh. Én sosem játszom kottából. Ha kell valamit, megtanulom otthon kottából, de kína színpadon nekem nem jó érzés az, hogyha kottát kell bújjam, és akkor odafigyelek rá, és nem látom a nagy közönséget, a nagy érdeműt, hogy mi zajlik játékunk hallatán. És akkor a zenekarban is így kommunikálunk nagyon-nagyon. Elég, hogyha csak oda nézek a dobosra, ránézek a gitárosra, és tudja, hogy a következőben ő fog szólozni, vagy válaszolgatni fogunk. Ott nem, tehát hangszerrel beszélünk meg tekintettel egymással, és ezt láthatja, hallhatja a közönség. Úgyhogy nyilván ugye a klubos bulik azok ilyenek. De hát, mint mondottam, próbálom a nagyobb koncerteken is a kommunikálással, vagy például aktereken, hogyha játszunk rendszeresen, lemegyek a közönség közé. És akkor ott szakszofonnal egy pár zenei mondatot első... Most ugye elkezdem picit azt említeni és feszegetni, hogy akkor, amikor tekintetünkkel megítélünk valakit, ránézünk, és akkor valahova tesszük, ez szakszofonnal oldódik az egész, mert hogy én látom a tekintetét, ő látja, de hall is hozzá valamit, és én ezzel befolyásolom picit az ő tekintetét. Jönnek a mosolyok, jön egy másfajta gesztus nyilván akkor, amikor szakszofonnal próbálok mondani valamit a kedves közönségben egy-egy embernek. Egyébként ez a mondani való, ez egy érdekes, mert a zenei mondani valódat sokan ismerik, de volt egy időszak, nem tudom, hogy ez tart-e még nálad, de múltkor, amikor találkoztunk benne a stúdióban, akkor pont mondtam neked, hogy épp pakolta egy könyves polcot, és megtaláltam benne ez egyik verses kötetet. Vagy nem tudom, hogy a verses kötetet, mert nem tudom, hogy azóta írtál-e vagy sem. Igen, találkoztunk. Hát három verses kötetem jelent meg, de gyakorlatilag ez úgy, hogy egy-egy kiadást megismételtünk, vagy kihoztunk egy második kiadást, mondjuk így, és az újakat hozzácsatoltuk, hogy ne vesszen el egy sem. És akkor végig is harmadik van. Egy ideje, mondjuk 6 éve, 7 éve nem is jött ki album, tehát zenei album, termés az igen, verses kötet nem. De az nem jelenti azt, hogy nem írom sorozatban verseket. Most is találtam csodálatos dolgokra egyszerűen. Azért egy-egy levezetésnek egy nap végén is nagyon-nagyon jó megtalálni egy csodálatos verset, és akkor azzal lezárni, az nekem fantasztikus. Én szoktam például azzal a gondolattal kacérkodni, hogy nagyon tetszik a vers, és azt fölmondom zene fölé. Tehát szépen elengedem valamelyik dalt, hangosít, tehát rendes
tudom én, hangszínével, hangereivel, és akkor szépen lehallgatom, és utána rámondom a verset saját magamnak. Tehát nem kell, most nem kiadásra várok, stb. Annak ellenére, hogy mi színész kollégáimmal, barátaimmal beszéltünk erről, hogy akár közösen is zenémre ők is mondanak, én is mondok verseket. De ez még csak a jövő egyetlen, hogyha lesz belőle valami. Ez saját magamnak, csak az, hogy elmondtam, és akkor, hogyha úgy van, akkor meghallgatom. Az előbb, mintha úgy értettem, hogy azt mondtad, hogy egy nap után, amikor nehéz, akkor jó feszültséglevezető ez? Vagy egyszerűen, hogyha hazajössz egy koncertről, vagy egy jó sikerült estről, vagy egy pocsékul sikerült estről, mert az embernek nagyon sokféle napja van, akkor az érzelmei az tej pohár bor mellett, és akkor lelazítok, és az dolgozott föl? Ez nagyon sokféle. Ezt akár koncert után még muzsikálással is le tudom vezetni. Tehát nem azért, mondják, hogy elfáradtál. Jó, nyilván nem egy ilyen nagy kétórás koncert után, de talán még az is előfordult. És akkor már csak magamban, nem zavarok vele senkit, be van csomagolva a szobám, és akkor akár éjszaka, hogyha kettőkor gondolok egyet, akkor elkezdek muzsikálni. De hát ez könyv olvasása, a versek. Nekem nagyon sokat jelent egy-egy vers. Szabó Lőrincekre találtam napokban, Paul Verlaine-re, tehát a Szabó Lőrinc fordításában, tehát akkor egy jó filmnevezetés is jó lett. Múltkor éppen le akartam feküdni, és mondtam, hát mondom, háttérbe be fogom kapcsolni a tévét, amit nem mindig szoktam, nem jellemző, de mondom most csak úgy, és kettőt-háromat kattintottam, és dur, beleléptem egy filmbe. És akkor nem mondom, ez jó lesz, be is láthattam olyan 20-30 percet, mondom, ez addig, míg elszunnyadok addig. És fönnmaradtam, mert érdekes volt. Azt mondtad, hogy be van csomagolva a szobád, ezt hogyan kell elképzelni? És kinek a kérése volt, hogy be legyen csomagolva? Ez az én elképzelésem. Tehát ez a hangszigetelve magyarán. Így van, igen, igen. De nem tojás tartókkal, hanem rendesen akkor egy ilyen párnapás. Az is jól néz ki, mert hogy megeszi a hangot, meg általában a régi stúdiókban ezt lehetett tapasztalni, hogy körül van rakva ezekkel a tojás tartókkal. Hát nem. Ez majdnem, hogy be van mérve, mert egy pici stúdióként is funkcionálhat, de nem az a jellemző. Inkább az, hogy kifelé ne zavarjak senkit, és bármikor tudjak gyakorolni, amikor én szeretnék. Ez nekem egy régi, hogy mondjam, egy ilyen veszőfutásom volt olykor, amikor gyakorolnom kellett, akkor rám ütögették az olyan, hogy már ez alud. Akár doboltam, el tudod képzelni, szóval azért az egy dobfőszerűség. Nagyon toleráns családnak kell lenni a háttérben, aki egy zenészt elviseli. Igen, bármilyen hangszeren. Tehát az, hogyha most elkezdesz egy szép dallamot játszani, hát az se zsemmi mondjuk. Tehát az, hogy egy dallamot, hogy elkezdesz mondjuk egy dalt eljátszol, még az hagyján, de amikor gyakorolsz, és keresgéled a... Az valami, hát dobon is ugyanaz, hogy valami kalimpál valaki, és ez borzalmas a szaxofonnál, hogyha nem találod a hangot, és akkor csipogott, mint a meg gágok, csak nagyon-nagyon ezért voltak régen lenni. Szerencsések az apukák, tudod, amikor a gyerek gyakorolja otthon a kis zongorán a billentyűket, hogy fűjjél, amikor tanultam hegedülni, hát az borzasztó lehetett, tudod? De azt a nagymamák hallgatják délután, meg az anyukák, akik esetleg azt mondják, na fiam, mennyi ezt, akkor még egyszer, és akkor kezdi az ember új a kis skáláit, meg azért. Végig gondoltam, hogy a szülő tényleg igazából mondja ezt, hogy na még ennyi biztos, még egyszer, hogy tényleg akarja hallani ezt annyi az egész, nem? Hogy vagy lát benne valami fantázia. Vagy igen, hát na jó, csinálja, csak hátra lesz valami. Nekem a dobolással szerencsém volt, mert akkor, hogy olyan régi házban laktunk, az a régi belmagasság, ilyen belvárosi lakás, ami utolsó, a szélén voltunk valahogy, és közvetlen nem volt abban a szobában csak a konyhánk, ugye az kifele szólhatott, szüleim nem zavartották magad, meg engem sem zavartak ezzel, és arra meg nem, tehát másik oldalában nem ment. Viszont a következő ház emeletére azért néha mondta a buszos ember, mondta, hogy hallottam, hogy gyakoroltál, nem mondom, akkor ez már fortissimo volt biztos, mert ezeket így ki lehetett hallani. De ugye visszatérve erre a becsomagolásra, nem véletlen, ugye, hogy megtettem, mert például másik helyszínen, ahol gyakoroltam, ott a szekrénybe kellett, hogy fújjak. Hát nem én álltam be, hanem kinyitottam a szekrényajtót, és a kabátok felé játszottam azért, hogy megegye a hangot. És akkor azért, hogy a szomszédok se, hát jól érezzék magat, és ne zavarjam őket. Látod, hogy ezek mennyire nem tudják ezeket a kis háttérbeli dolgokat a nézők. Igen. Ezt még nem hallottam, hogy szekrénybe fújni. Megeszi a kabát a hangot. Igen. Igen, nem csak a közé csomagoltad. Csak a mó, a dúr is. Igen. Most végig zongoráztam az elmúlt éveket, és a megjelent lemezeidet, CD-ket, koncerteket.
Hát azért nagyon sok minden van mögötted. Most is van egy új anyag, amiről majd még beszélgetünk. De olyan érdekes, hogy ugye tudjuk azt most, hogy most nem tudom én, 20-valahány éve növeszted a hajadat, vagy katonaság óta mondjuk akkor így ki nyugodtan, és akkor nem kell nagyon számolgatni. És egy 15-20 évvel ezelőtt, nem, 15 évvel ezelőtt jelent meg Kenny G-nek, azt hiszem itt Magyarországon az első albuma. És az emberek rögtön párhuzamot kezdtek kettőtök között vonni, és aki nem ismert téged előtte, az joggal gondolhatta, hogy Szent Martin azért vette fel ezt a külsőt, azért ezt a fajta zenei stílust, mert van egy ilyen típusú világsztár, aki érdekesen megjelenhet Magyarországon is a magyar nézők számára. Zavart ez téged? Mert gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon két élő dolog. Ez két élő dolog, és hogyha valakit zavar, akkor az ő baja. Nekem nagyon sokat segített egyébként a pályafutásom, hogy meg kell, hogy mondjam, az ő megjelenésével. Soha nem volt hosszú hajat. Elfogadtak. Soha nem volt ilyen. Neki ekkora volt. Neki csak ideig ekkora volt. Na, nekem meg... Jó, mindegy. A legnagyobb elégtétel erre az, két dolgot hagyd mondjak, és nagyon jó érzésű dolgok. Ha én azt mondanám, hogy ő a példaképem, hazudnék, mert nem így van. De ha valaki Amerikában, mondok példát, ne legyen általánosság, Joe Cocker azt mondja, hogy az ő példaképe igenis Ray Charles, és őt próbálja utánozni, és neki nagyon jó érzés, hogyha sikerül, senki az égett a világon meg nem rótta azért. Engem sem mondhatták, most is máshoz is hasonlítak, nem érdekes, nem zavar. Legalább valamivel fölkeltettem az érdeklődését. A következő dolog, amit erről én mondjak, azt írták meg az újságok, a világ 7 legjobb szaxofonosa találkozott. Hol? Malajziában. Köztük voltam. Na most, hogyha ha ezt írták, igen, hogy a 7 legjobb... Gyönyörű. Nekem lehet, hát ennél akkor legyek az azért, nem? Tehát akkor ez elégtétel számomra is, hogy meghívást kaptam. Az egy dolog, hogy mi hogy ítéljük meg, most a legjobb szaxofonos, mitől legjobb valaki? Olyan nincs, ez annyira... legjobb. Hát igen, most... más az ízlés. Hát, nekem ez, van. Tehát a művészetben nem lehet ilyet, a legjobb. Hát, nincs. Uh-huh. Ő is jó, ő más stílust játszik, stb. Warren Hill, Neil Zorenger, Candy Duffer, Tom Scott, Eric Marienthal, Kenny G és én. Így voltunk hetenként. Megjelent a Sax for Lovers címmel a lemez. Kinn is hónapokig vezette a slágerlistát Amerikában is. Innentől kezdve nekem akkora dobás volt ez lehetőség egyrészt kinn megjelenni, mert utána megjelentek a lemezei Malajziában évről évre. Következésképpen Magyarországon is felfigyeltek erre, és abban a pillanatban a sajtó, tehát a média foglalkozott vele. És akkor erre most mit mondják? Mondjam azt, hogy jó, hát lehet közt, de miért akkor a többiek között nem lehetett? Hát dehogy nem, miért? Nézzünk végig Magyarországon zenekarokat, és sorra mondom, hogy ki melyiknek a megfelelő. Na de hát könyörgöm, azért vannak hasonló ízlésű emberek, és lehet, hogy az a magyar, aki azt mondja, hogy hát én annyira szeretem XY-t, igaz, olyan, mint a Deep Purple, de nem baj, én nagyon szeretem, mert itthon legalább megénekli magyarul azt, amit mi szeretünk, jó szöveggel, jó zenével. Én valahogy így állok hozzá, és aki tud minőséget készíteni, jó dolgokat átadni, formálni jó irányba a közízlést, azt csinálja. Milyen volt ez a malajziai találkozó? Hogyan zenéltetek együtt? Milyen volt a csapat? Érdekes találkozás volt, de zenekarral muzsikáltunk együtt. Jam Session Jamboli nem volt. Nem. Az azért kár. Mert az lett volna az igazi. De a helyiekkel volt. Az összes aha helyi nagy nevet odahozták, Top of the Pops, ez volt a neve a rendezvénynek, és mindenkivel lehetett játszani. Sőt, a helyi, nyilván ez volt, ott is van egy féle promóció felállítás. Hagyj ne mondjam, hogy példaértékként ítéltem, és hoztam volna haza bemutatni, hogy mit csinálnak ott. Igaz, hogy tehát gyakorlatilag az összes energiámat kifacsarták, amit csak lehetett, 5-6 előadás egy nap, jó, nem órás, 3-5 dal, egy helyen, amilyen lehetőség volt. És volt ez 10 000-es helyszínen, volt 4-500 fős, inkább ilyen nagyobb voltak. És akkor ahová bevittek mindenhol fotók, ugye archív dolog,
A következő évre naptárokat készítettek, ki a falra, bekeretezve már vitték vissza, tehát a kiadó az nagyon-nagyon odafigyel. Tudatos mi? Nagyon tudatos. Egy nap legalább egyszer az egész lemezemet lejátszották, de nem úgy, hogy egymást, hanem három dal, valami más, foglalkoztak közügyekkel, stb. Megint két dal. Megcsinálták három nyelven, maláj, kínai és angol nyelven a biografit, és szépen lejátszották azt is, hogy tudják, hogy kiről van szó. Uh-huh. És egy ember, Ásos Lajonnak hívtuk, de Ásos Láj, aki egy helyi emberke, odafigyelt az egészre, és koordinálta, és karban tartotta. Hát akkor tévében nem jelenhettem meg hosszú hajat, csak hogyha összekötöttem a hajamat, sakka volt rajta, vagy mindegy, vagy csak fölköntyözve, és akkor ne látszódjon, hogy azért. És akkor úgy lehetett. De miért volt ez nekik veszőparipár? Vallási okokból nem lehetett. Csak fejfedő vagy. Tehát ott több ilyen. Nagyon-nagyon szigorú helyzetek voltak. Volt egy olyan, ekkora fekete haja volt az egyik srácnak, aki egyébként a fő szerkesztő volt, azt hiszem a kiadónál. És akkor mondták, hogy hát kérem szépen, megjelent egy helyi rockbandának a zenéje. Egyik dalban elmondta olyan szöveget, ami vezetésnek nem tetszett odafönn. Telefon, szőnyeg széle másnap. Srác délután ment, ekkorára a hajat, öltönyt vásárol be, úgy lehetett bemenni. 60-as évek Magyarországa. Kemény. Dur, bement, szőnyeg széle, és akkor elmondta, hogy hát ez is muszáj volt neki megmagyarázni. Ez mikor volt? Várjál csak próbálja. 94-ben. Uh-huh. Nagyon komoly volt a cenzúra egyébként, hogy mi juthatott be, mi nem. De akkor már Magyarországon sokkal nyitottabb volt a helyzet, tehát azért már túl voltunk jóság. Jócskán, nem volt neked ez nagyon furcsa, hogy mintha visszamentél volna az időben? Vagy neked hát volt annak idején ilyen típusú tapasztalásod? Zenészként nem? Nem volt, de lehet, hogy tehát furcsának lehet, hogy tehát más volt, mint a megszokott, és én abszolút át tudtam venni ennek hiszen ugye nem is engem bántottak, illetve hogyha kellett valamit tenni az ügy érdekében, akkor az nem volt sértő számomra, hogy hát miért a hajam az van. Az nem azért van, mert muzsikálok, hanem azt én szeretem. Ha azt mondják, hogy kössem össze, hát akkor összekötöm, szeretem. És akkor olyan semmi. Kimegyek úgy a színpadra, és összekötöm. Tehát... Na de ebből, hogyha nem ilyen toleráns személyiség vagy, akkor lehetett volna egy iránkra szóló balhét csinálni. Kikérem magam. Ja, vagy élő felvételben lekapom a sapkát, és csinálják. Kiverjék a biztosítékot. Nem, az országos. Azért ebből lehetett volna. Hogyha, azért mondom, hát... Azt a reklámot képzeld el. Igen. Azért jobb ez így. Hát gondolom, hogy így lehet utána visszamenni, mert utána csak egyszer kell megcsinálni, és akkor oda-arra a térségre már még egyszer be nem teszi az ember a lábát. És az a srác, akinek levágották a haját, meg a szöveg, meg a nem tudom én mi, az maláj volt egyébként? Igen. Ők így szület, helyi... nem is zenész volt, egy főszerkesztő volt, csak a zenészeket képviselte benne, és akkor, de ki tudtam magyarázni végig, és mondták, hogy jó, semmi, nem kell betiltani a lemezt. Hát azért érdekes történet lett. Mit szólnál hozzá? Most az jutott az eszembe, hogy mondtad, hogy tényleg nagyon jó zenészek gyűltek össze, és megvolt ott ennek a nagyon jó hangulata, és kiválóan volt koordinálva. És beszélgettünk az énekhangokról is, hogyha minden évben mondjuk két nagy tévécsatorna megrendezni a helyi szakszofonosoknak a maga tehetségkutató versenyét. De én voltam az első... Lehet, hogy nem, de szerintem igen, aki ezt említette annak idején, hogy nem csak a versenyét, nem csak tehetségkutatót, hanem lehet jazz pár, vagy szakszi párbajnak is hívni, de egy jó érzésű együttmuzsikálásnak, akárhol voltam a világon, emiatt majdnem kint is maradtam Angliában egyébként, egy olyan, hát nem is tudom, hogy zenészeknek talán az egyik legnagyobb jóérzésű hangulatot, amit adott, a Soho-ba játszottunk. Tudtuk, hogy hol vannak élő koncertek, nyilván oda mentünk az egyik látogatásunk alkalmával. Nem vittünk hangszert, mert úgy volt, hogy kint vagyunk 10 napig, most addig nem muzsikálni mi az ember, megnézünk mindenféle érdekességet, végigjárjuk a Beatles-utat, és akkor majd mit tudom én. És bementünk, és egy este 3 zenekar játszott 5-6 fővel, 10 perces átszereléssel, és úgy szólt a berendezésen minden, tehát az be volt állítva, és dur, és működött, és na, szóval minden. Frász kaptál, hogy nem vagy tippet, benne. Igen, hát, és súgtak, hogy gyertek vasárnap, akkor dzsembuli van. Aha. Na.
elmentünk vasárnap magyar zenész kollégáimmal, és Kiki a maga posztján, basszusgitár, dob, stb. Bementünk és játszottunk. Hát én is ugye választhattam egy-egy hangszert, fúvosok nem voltak. Meg nem is jellemző, hogy fúvos odaadja a másiknak a hangszerét. Esetleg, ha van nálad fúvok, akkor rendben van. Muzsikáltunk, doboltam egy kicsit, jó, nagyon szép este kerekedett, és már 14-en voltak a színpadon. És akkor már mondom, de jó lenne most, mely jó, egyszer csak beérkezik egy hosszú lóden kabátban, hátra hajtott ilyen baseball sapkával egy figura. Azért mondom így, mert akkor még nem tudtam, hogy hölgyről van szó. És a kezében egy szaxofontok, de egyébként lehetett volna trombitatok is, mert ugyanúgy nyílt ki. Tehát ezért úgy mind a kettő, a személyiség is kétes volt, illetve a hangszer. Beérkezett úgy félre át, úgy kezdett oldódni a hangulat. Én meg oda mentem hozzá. Mondom, te miért nem muzsikálsz? Nem, azt mondja, én nem régóta kezdtem el, de nagyon tetszik, és hát majd remélem majd egyszer én is. Mondja a hölgy. Hát mondom, és mi van a tokban? Mondom, szaxofon? Igen, alt szaxofon. Te mondom, figyelj, de én nem tudom, hogy szemtelenet tartasz, vagy sem, el szeretném kérni a hangszert. Azt mondja, nem tartok, de úgy vigyázz rá, mintha a sajátodé lenne. Mondom, jobban fogok rá vigyázni. Fölmentem, és valami esze-vesze. Tehát olyan hangulatban muzsikáltunk, hogy ezt nem lehet visszani. Vége van az egésznek, lejöttünk, mindenki pakol. Euforikus hangulat, meg kell, hogy mondjam. Tehát minden mozzanatára emlékszem, de tehát valamikor már ilyen szárnyalásig vezetett a dolog. Lejöttünk a színpadról, oda jön hozzám a gitáros, aki el kell, mondjam neked, hogy úgy gitározott, hogy beszélt a gitárral. Valami eszeveszett módon. Nem tempóilag, hanem egyáltalán az egész olyan íze volt a muzsikánál. És azt mondja, hogy angolul köszönt, és mondja, hogy Pereces Vince vagyok. De angol beszélt. Te mondom, te ez a név, ez nem jellemző Angliára. És tehát, hogy? Azt mondja, hogy az apámék jöttek ki, és én már itt születtem. Magyarul nem tudok. Pereces Vince, de szép. Igen. Azt mondja, oda jön hozzá egy srác, azt mondja, ő a menedzserem, egy olasz gyerek. Angliában egy magyar gyerek, egy olasz gyerek. Nagyon jó, kavarod. Azt mondja, honnan jöttetek? Hát mondom, honnan, stb. Azt mondja, hogy nincs kedved kint maradni? Mondom, tehát miért, hogy muzsikálj? Igen, azt mondja, nekünk van egy zenekarunk, és ott pont elférnél, fúvósra van szükségünk, maradj kint. Hát mondom, eléggé nehéz a helyzet, mert mondom, ugye nem is úgy készültünk, hogy most... De ezt ott kellett volna eldönteni, most igen vagy nem. Eldöntöttem, hogy kint maradok. Azt mondtam, hogy ez egy olyan, pedig akkor már főiskolára jártam, a jazz tanszakra, családom volt, szüleim, barátaim, tehát mindenkit. Mondom, hogy eldöntöm, itt maradok, mert hogy attól még mindig, tehát olyan sok variáció lehet az ember életében, képzem magam. Azt mondták, hogy maradja kint, fizetik az iskolámat, az összes angol nyelvtanfolyamot, mindent, nagyon kevés pénzt kapok érte, hát netán a koncertekért, meg ha van, akkor nyilván még többet, és higgyem el, ne aggódjak, meg fogják oldani, nekem azért ez bizonytalan így, hogy tudod, elmondanak ilyeneket. Szkeptikus voltam. De azt mondtam, hogy jó. Mondom, holnap akkor beszélünk. Elindultunk hazafel a srácokkal, és köztük volt egy hölgy is. Egy másfél óráig tartott gyalogút. Lyukat beszéltek a hasamon, hogy ne maradjak kin. És mire odaértünk, hazaértünk a szállásra, mondom, igazatok van tényleg, nem mondom, nem fogok jönni. Lebeszéltek az egész dologról. Másnap, amikor indult a busz, ott álltam az ajtóban, és toporogtam, mondom, itt maradjak, nem maradjak, elbújjak, nem bújjak. És aztán visszamentem a buszra, és hazajöttünk. Tehát itt volt egy ilyen félsz bennem. A srácoknak írtam utána, hogy hát így jártatok, meg én is így jártam. De arra gondoltam, és valahogy úgy érzem, hogy jól döntöttem. Azt mondtam, hogy én itthon szeretném megvalósítani önmagam. Szeretném, hogyha itthon lenne az otthonom a bázis. És innen szeretnék a világ minden pontjára eljutni, ha lehet. Hát mondjuk azt, hogy valamelyest, igen, ez így elindult, és bejött. Ez az előbbi Maláj út. Ez, amit említettél, ez egy kiemelkedő állomás volt. De azért nagyon-nagyon sok felé jártál. Egyébként tényleg jól, lehet, hogy jól döntött, vagy hát nekünk jó, hogy jól döntöttél, hogy Magyarországon maradtál, mert nekünk is van egy olyan zenészünk, akinek nagyon-nagyon szívesen hallgatjuk örömünkbe, bánatunkban az albumait, mert nekem is van jó néhány belőle. Köszönöm. És vannak hangulatok, amikor ezt kimondottan a te zenét kell. Amikor egy CD-t összeraksz, akkor te
Hogy válogatom a hangulatokat? Igen, dolgozom. Tehát hogy egy bizonyos hangulathoz szeretném, mert ugye valljuk meg egész őszintén, hogy amikor most mondom Zoránt, tehát amikor kicsit melankolikusabb hangulatban vagyok, akkor általában Zoránt szoktam betenni. Hogyha filozofikusabb, akkor Brodyt teszek be. De hát nem tudom, tehát vannak hangulatok, vagy van, amikor, mit tudom én, a Cohen zenéjét hallgatom szívesen. Én most ezt a korszakomat élem, igen, így 50 fölött, hogy inkább ezek felé, a zenék felé megyek el. De van olyan, vagy vesenek megértem, hogy Széchy Pált akarok hallgatni, mert éppen nosztalgikus hangulatban, és egyébként imádom a számait, szó se róla. De most mindegy, térjük vissza erre, hogy te hangulatokhoz készítetted a zenei anyagokat, vagy pedig mi szerint válogattad? Itt az utóbbi pár mondatodban is itt az igazság, de mondjuk azt, hogy ha nincs hozzá szinopszis, magyarul nem színházi anyaghoz kell zenét írjak, zenét szerezzek, akkor mindig a jelenlegi hangulat akár egy címhez tudok írni, és szeretnék, és akarok írni, akár egy bizonyos átélt hangulathoz, de ezeknek, amiket én megfogalmaztam zenében, és címet adtam neki, az mind kapcsolódik szervesen valamelyik pici kis történetemhez, percemhez, órámhoz az életből. Mindegyik kapcsolódik valamihez. Vannak olyanok, amivel szeretnék valamit mondani, valamit közölni. De azt is átéltem, és valami bizonyosságot kaptam dolgról. Nyilván, hát az szűrőn megy keresztül, azaz rajtam. Én úgy gondolom, azt fogom bemutatni. Hát a legújabb lemez is hasonlóképpen ugyan az előzőnek a folytatása. Mondhatjuk a többire is, hogy folytatás, mert hogy a zenei stílus az 90%-ban maradt, és nem maradt magam mögött, nem hagytam magam mögött a akár szentimentális dolgokat sem, akár az improvizatív zenét, a már-már jazz standard felé húzó dolgokat, olykor latin világba elkalauzoló szerzeményeimet is, ezek megmaradtak mind. Na de, ahogy mondtad, neked van egy korszakod, én is változom. Haladok, bízom benne előre, tapasztalatban zsúfolódik a megélt történet, és ez talán még okosít is, és a tapasztalataimból szépen jön valami következő. És ez bízom benne, hogy minőségben is javul. Nem csak a tempó gyorsul, és akkor jönnek a virtuóz dolgok, és akkor hagyd szóljon. Nem csak ezen múlik, nem feltétlen egy gyors játék az, ami meghozza az embernek a technikai tudása, a világhírt, hanem teljesen a mély érzésű dolgok is. Na, én azokat közvetítem jobban. De most a 19. és a 20. album, az mondjuk az, hogy közösen szól valamiről. Nyilván így is terveztem, hogy a 20. legyen egy dupla album. 2-10, mint szóval, hogy így gondolkodtam. Nem baj, hogy külön-külön lett, én összehoztam a kettőt, és azt mondtam a 19. lemezemre, hogy életem legjobb albuma. És ez a következő, erre mit mondasz? Az, hogy ez a párja. Mert ikertestvére. Az a 19. lemez a Föld szélén középen, az szól egy olyan átitatott világzene, vagy zenei világgal, ami világzene, és ez éppen a délszláv muzsikához kalauzol el bennünket. Gyerekkoromban nagyon sokat játszottam délszláv zenét. Nagyon sokat, trombitával. Hát ezek voltak az a csocsek zene, ami átszűrődik. Én közel laktam a határhoz, Szeged, Hódmezővásárhely, megvan, Csongrád megye, én közel jó pár évig, és ott, hát mint mondtam, fúvós zenekarban játszottam, fúvósokkal játszottunk, hát ez napi, igen, téma volt. Nem beszélve a román 7-8-as, tehát azokról a zenékről is, amik az igazi temperamentumos pregnál zenéről. Jó, nyilván volt más is, de azokat kaptuk, ha kell, ha nem. Most visszatértek. Megmaradt belőle sok minden, igen, ezek szerint. Igen, hát ugye gyerekkorból azért az ember. Ez a pszichika is. Na mindegy. Megmaradt belőle, és akkor azt mondtam, hogy eddig 18 lemezen megjelent, és egyetlen egy dalban nem játszott szerepet a részfúvós trombita például. Gyerünk. A 19-re rákerültek, és nem is kevés, hanem ugye ebben a zenében igazán főszerepet kap a fúvós, és jöttek a fúvósok, a tuba, pozán, harsona, akkor a trombiták, és legalább minimum 6 volt összesen, vagy több.
ezek a dalok elkészültek, és jött a 20. lemez, és folytattam megint egy 5-6 dallal ugyanezt a zenei stílust. Hol gyorsabb, pregnánsabb, jó kis pörgőzenét, hol pedig lassabb, de az is valami mondani valóval, mély érzésű mondani valóval ellátva. Mentem tovább a 20. lemeznél. Ugye, ha már azt mondom, hogy az előzőt folytattam, jó, folytattam, de hova tovább akkor? Tovább mentem egy kicsit a zenei világgal, arab zenei világ, és abból is két szerzemény, egy picit. Sivatagi tánc, alexandriai fűszeres éjszakák, hangulatok, picit 7-8-adot belevittünk. Már hamarabb is szerettem volna a mediterrán lemeznél, hogy belevigyek egy ilyen páratlan ritmusú, nem mertem. Ugyanis elmentünk játszani egy görög zenekarral, akik kiválóak voltak, nagyon jól játszottak, de a közönség nálunk azt a 7-8-adot nem tudta hova tenni. Uh-huh. Nem találták, hogy állandóan variáltuk a felosztást. Egy-két, és nem értették, hogy hol vagyunk. Ebben a mostani 7-8-adban periódikusan változik, és szeretik nagyon. Még az elején kérdezettem is, mikor elkezdtem játszani, hogy na, ezzel hogy vannak. Elfogadták és szeretik nagyon. Szavazást írtam ki, hogy melyikről legyen egy következő videóklip. Nagyon sokan másodiként elszerelték meg. Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy a közönség hogyan veszi az új számokat. Nagyon sok koncerten, már az említett művészek koncertjein is, ugye észrevettem azt, hogy persze, hogy bemutatja az új lemezét, stb. És a közönség úgy várja a régi nagy kedvenceket, hogy csak... Nagy igazságot mondasz te most, így van. Tehát azért nehéz elfogadtatni az újat. Nehéz. Mire az, abból kedvenc lesz, az pedig annyi mindentől függ, mert... Mert hogy... Igen. Hányszor hallja azt? Igen, igen. És hogy mennyire vagy jóba éppen a rádiókkal, a televíziókkal, igen. Beteszik-e vagy mert a lemezt, igen. Mert a lemezt lehet, meg lehet venni mondjuk egy dal miatt is, de hál' Istennek az én lemezem, ami most is megjelent, általában 4-7 dalt írnak kedvencnek. Az nagyon jó. És ezt mondtam, hogy ha ilyen a felosztás, hogy van egy vagy két kedvenc rajta, az már azt eredményezi, hogy a többit is meg fogja hallgatni. És akkor ha jön a következő 2 vagy 3 kedvenc, tuti a lemez. Igen. És elég egy lemezről, meg lesz a 10. is, de elég egy lemezről, hogyha 7 nagyon-nagyon tetszik, és akkor az már, majdnem az, hogy 7 sláger. És így vagyok, én bízom benne, hogy a közönség is a lemezemben, mert hogy a gyorsak mellett válogattam 3 lassút, nem tudtam kihagyni belőlük ezek közül egyet sem. És mondtam, hogy nem baj, ez ellensúlyozza azt a temperamentumos világot, amit én most képviselni akarok, ellensúlyozza. Pont jó, kontraszt. És akkor mi van vele? Mert megint szerettem volna vele valamit mondani. Az egyik dal fiamhoz köt. 27 éves most Norman, tegnap indultak, jobban mondva, napokban indultak most már, igen, napokban indultak külföldi turnéra az Operett Színház csapatával. 2-szer voltak már Németországban, nagyon nagy sikerrel. És én nekem az aratott meg az idén, hogy júliusban az aktelhi koncertem előtt kilátogathattam, és az élete első főszerepében láthattam Dresdában, a Dresdai Operában. Nagyon nagy élmény volt. Ehhez megvan a dal. Ugye az ő sikerük, az Álva Taps, amit kaptak, az egész stáb kapta, az egész társulat, nyilván. Uh-huh. De ők vihették el. Ki viszi el ilyenkor a vállán a súlyt, a sikert is, meg a kudarcot is, de itt most siker volt, hál' Istennek, a főszereplő. Úgyhogy nagyon örültem ennek, és ez a dal, ez a mindörökké ária, ez egy nagyon-nagyon kiteljesedett lassú dalocska, ami vezeti az ember. Így pláne, hogyha picik is mondani valóban hozzá. Aztán jött ugye, nem utolsó sorban, hát igen, említem a Földsebe Darvaza, ami ténylegesen láttam egy ilyen hatalmas nagy földsebet, ami 72 óta ízik, ez Türkmenisztánban van, és én ezzel kapcsolatban szerettem volna felemelni a hangom, hogy hát ha ez egy ilyen gyógyító jellegű muzsika, figyelemfelkeltő, stb. És hát akkor mondjam még egyszer azt, hogy nem utolsó sorban, a Halleluját említem. 20 éves a lemez, illetve hát akkor kanyarodjak inkább a partnerekhez, úgymond, vagy a részben kollégákhoz, akikkel összerúgtuk a fejünket pár hónappal ezelőtt, ugye főként Bőjte Csaba, Ferences Rendi szeretes, nem kollega, de most egy picit az lett a lemez kapcsán, majd el fogom mondani, hogy miért. Mert hogy találkoztam
a Böjte Csabával, egy másik tévéstábbal, akit most itt direkt nem mondok. Mondhatom? Mondhatom. Ja, jó. A Duna tévésekkel, és hát kiderült, hogy mind a hárman 20 évesek vagyunk. És akkor erre azt mondta Böjte, hogy ha egyenként tudtuk 20 év alatt ilyen szinten tartani magunkat, előre is haladtunk, próbáltunk jót, és sikerült. Hát ha jót jól tudunk csinálni egyedül, akkor közösen miért ne tudnánk? Próbáljunk meg valamit. Ezzel elütette a bogarat a fülembe rendesen. Félrevonulva, azért gondoltam a Hallelujah dalra, mert ez egyfajta hálaadás lehet ezért a 20 évért. Hogy töretlenül működhetett eddig. Arra gondoltam, hogy ha van ez a pici kis szöveg benne, akkor ezt énekelhetnék a Böjte gyerekei. Kimentünk. Azt mondta, hogy minden további segítséget ad. Följátszottam itthon a dalt, kimentünk, a gyerekek arcukat adták hozzá, a helyszínek Csíksomjó, Csíkdánfalva, Gyergyószárhegy, a Lázárkastély, és még egy-két helyszín. Felvettük ezeket a különböző vágóképeket, és hát a videókliphez, ami kellett a gyerekekkel, azt a betétet, a refrén, a dal közepét. Adták az arcukat hozzá, a hangjukat, és egy csodálatos videóklip állt össze, amit egyébként már nagyon sokan láttak a YouTube-on. Tettünk valamit megint, valami jót, valami szépet. Bízunk benne. Erről majd lesz egyébként hosszasan műsor is, vagy legalábbis egy nap mindenféleképpen egy ilyen megemlékezés erről a 20 évről, de, vagy megemlítés főként, és a szép pillanatok fölhozva. Tehát azt mondhatom, hogy a 20 lemez erről is egy picit megemlékezik, tanúskodik, és hát előrébb vitte megint valamelyest a Szent Martin zenéjét, a saját stílusomat és az elképzelésemet meg a mondani valómat. Most mondhatnám, hogy kihűlt a reggeli, de nem hűlt ki, de hagylak enni. Csak arra vagyok még kíváncsi, köszönöm, hogy említetted az előbb a YouTube-ot. És akkor azon agyaltam, hogy a te közönséged az melyik fajta közönség, aki letölti a zenét, vagy aki megveszi a CD-t? Az én közönségem megveszi a CD-t. Volt olyan, képzeld el, hogy olyan aranyos volt, vagy hát aranyos szeretett volna lenni a gyermek a szülővel, az anyjával kapcsolatban, hogy letöltötte neki a zenémet. És akkor mondta neki az anyja, hogy nagyon szépen köszönöm, fiam, de én szeretném megvenni, mert az eredeti az mégis más. Mert hogy ugye ez se buklet, semmi igen, nem volt. Igen, és akkor nem akarta megsérteni sem a gyerek, tehát oda-vissza, de ő így gondoltam. Jó étvágyat. Köszönöm. A műsor fő támogatója a Gundel étterem.